ha van csapat a világon, akit jól ismerünk, az nyilvánvalóan a horvát. Tehát nagyon közeli kapcsolatban a két együttes, sok játékost ugye ismerünk közelből, hiszen Magyarországon játszanak, vagy játszottak. Én azt gondolom, hogy a horvátokat kétszer nagyon nehéz megverni. Tehát inkább a csoportmeccsen kapjunk ki, és ha esetleg visszakapjuk őket valamikor a helyoszton, vagy a negyed döntő elődöntőbe, akkor lenne őket jó elkapni. De azért azt is el kell mondani, hogy a horvát csapat is azért törékeny. Tehát nagyon jók, de mindig van üres meccsük. A horvátok kapcsán azt hiszem talán az olimpia környékén a mi oldalunkon fölmerült egy szurkolónak a kérdése, hogy mi lehet az oka annak, hogy több egyéni sportágban és csapatsportágban, így a kézilabdában is valamivel előttünk járnak. Ön szerint a kézilabdában mi lehet ennek az oka? Hát a horvátok, én úgy gondolom, hogy a csapatsportágban, tehát vízilabdában, kézilabdában, labdarúgásban azt mondjuk, hogy előttünk járnak, mondhatjuk ezt bátran. Én azt gondolom, hogy itt a délszláv országoknak a csapatsportágban, a csapatkohézió kialakításában, illetve az egymásért, illetve egymás mellett való küzdelemben óriási hagyományaik vannak. És hát ne felejtsük el, hogy azért az ő populációjukból adódóan, tehát nagyon jó a kiválasztási rendszerük, erre mi is ugye az utóbbi egy-két évben már tettünk lépéseket, hogy teljesen más kiválasztási rendszerben próbáljuk meg a gyerekeket tesztelni, és minél több gyereket behúzni a kézilabdába, aki nyomon követi a kézilabda szövetség utóbbi időben tett intézkedését láthatja, hogy éppen legújabb pályázatunk a kézilabdázás az iskolában, ez most fog megjelenni, az iskolákban megyünk vissza a kézilabdával, és a testnevelőkkel kötünk olyan megállapodásokat, amelyekben a szövetség anyagiakban támogatja a testnevelőt, hogy a kézilabdával foglalkozzon. Tehát őknek is ebben rejlik az erejük, hogy az iskolai kiválasztásban, illetve az iskolai csapatszintű kiválasztó munkában komoly eredményt tudnak felmutatni. Tippelj, tutózz és játsz a 6-3.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.